This book of Bhaktivinoda Thakur is extremely interesting. Bhaktivinoda Thakurnak tanításából összeállított könyv nagyon izgalmas. But it can basically only be understood if somebody knows about this life. De igazából csak akkor érthető meg ez egy-egy szövevény, hogyha ismerjük az életét. And all the challenges he was facing. És ha tudjuk azokat, ismerjük azokat a kihívásokat, amikkel szembesülnie kellett. In the Bhaktivinoda Vani by Baba, he's giving many little advices and consolations. Az említett könyvben tanácsokat ad. In a way, many of those instructions are valid for everybody. És ezek a tanítások közül valami a nagy közönség számára való. There, on the other side, it's the preaching to the upaloka. És ez igazából az upaloka számára való tanítás. The upaloka is the Bengali society which is of Brahminical background. Az upaloka társadalom, az upalokák pedig egy bengáli társadalom, akik brahmanikus hátterűek. Some other they tried to tackle with the fact that society was governed by British colonialists. Akik így vagy úgy az angol gyarmatosítókra hatalmára reagáltak. There are some of them, like Sri Aurobindo and also Subhachandra Bose, they went totally against this. Against the Bengalis. Against the British establishment. Against the British. És Aurobindo és Subhachandra Bose például kiemelve sokan másokkal együtt élen jártak az angol gyarmatosítás hatalma ellen. And of course there was the Gandhian movement also. Természetesen akkoriban volt a Gandhi mozgalom is már életezőben. Which was trying to cope with the situation within India. Ami próbálta lereagálni az indiai helyzetet. But anyhow, much of what Srila Bhaktivinoda Thakur writes, the Bhaktivinoda Thakur írásai közül, has to be understood under this context. Úgy érdemes böngészgetni, hogy ismerjük ezt a hátteret. Like when Bhaktivinoda Swami Prabhupada says, amikor Prabhupada mondja, chant Hare Krishna and stay high forever. Hogy zengjük a Maha Mantrát és legyünk, ugye, legyünk fel folyamatosan. If that is being heard by a traditional Gaudiya preacher, hogyha ezt egy tradicionális Gaudiya tanító meghallja, they could not understand what he means by fly forever. Az nem fogja megérteni, mit jelent azt, hogy szárnyalj mindörökké. Because this is a terminology which was gave birth in the Timisoara time of the LSD experiences. Mert ezt a terminológiát igazából ott a század közepén a LSD hatása alól származik. And Srila Prabhupada was preaching to those people who were popularly called acid heads. És Prabhupada pedig azoknak a fiataloknak prédikált, akiket úgy neveztek igazából, hogy savas fejűek. Have you heard about this acid heads? Hallottátok már ezt a kifejezést, hogy elsavasodott agyad? That's when people take many times LSD or other psychotropic drugs. Hogyha az emberek sok LSD-t vagy egyéb pszichedelikus drogot fogyasztanak, their way of thinking is not normal. Az ő gondolkodásuk már többé nem lesz normális. They are called acid heads. És ezért nevezik őket. They are all a little bit fly. Savas, elsavasodottak jönnek, vagyis szár mindig a levegőben vannak. They don't want to come down. És nem akarnak a földre ereszkedni. Why not? Miért nem? Because the time of this acid head culture was a time where you were going to be recruited by the US Army and sent to Vietnam to kill Vietnamese people. Mert ezek a fiatalok abból a társadalomból származnak, ahol azt akarták tőlük, hogy menjenek el Vietnámba és az ártatlan embereket gyilkolásszák.
Everywhere the army was drafting young people and sending them to Indochina for killing people. És összeszedték a fiatalokat és Indokínára küldték gyilkolni. Many Americans were killed there. És így sok amerikai fiatal oda is veszett. So the generation of the young people in those days, they were very anti-establishment. És az akkori fiatalok azok ennek a tudatában éltek. I myself come from that generation. Én magam is abból a generációhoz tartozom. Not the wild New York style. Nem a fővonalas New York-i stílusban éppen. But it was the wild German style. That was wild enough. De a német vad stílus is elég vad volt. It was already too wild. Úgyhogy már az is túl vad volt. So we have to understand Bhaktivinoda Thakur in his time and Bhaktivedanta Swami in his time. Hogy akár Bhaktivinoda Thakurt, akár Srila Prabhupádot a saját idejükbe kell értelmeznünk. And you have to understand any preacher today in the Facebook time and into the cell phone time. A mai tanítókat pedig a Facebook és a mobiltelefon érához kell értelmeznünk. 200 years ago, if someone would say, yes, there will be a Facebook. Ha 200 évvel ezelőtt valaki arról beszélt, hogy lesz majd egyszer egy Facebook. That's something like George Orwell, when he wrote the book 1984. Akkor ez olyan fikció volna, mint George Orwellnek az 1984-e. Anybody has read the book of George Orwell, 1984? Olvasta valaki az 1984-et? 1986. Shut up. And anybody seen the movie of this book? És látta valaki a filmjét ennek a könyvnek, regénynek? Anyhow, now today, in 2017, we can see what Orwell was describing there, that is already past. És ma már megérthetjük 2017-ben, hogy amiről Orwell írt akkor, az ma már szinte meg is történt, és már a múlté. You have to talk today in terms of Wikipedia, WikiLeaks and Mr. Snowden. Ma már a Wikipedia, a WikiLeaks és Snowden úr terminológiájában kell gondolkodnunk. Unless you understand that they existed and what they did. Ha mindaddig, amíg meg nem érted, hogy léteztek és mit tettek. You cannot relate to the problems of today. Addig nem tudod az adott, a jelen problémáihoz viszonyítani. So Vaishnavas, they adapt the Srimad Bhagavatam to time, place and circumstances. A Vaishnavák a Srimad Bhagavatamot hely, idő és körülményhez képest alkalmazzák. I'm also doing that. Én magam is így teszem. In a very radical form. Elég radikális formában. Because I've come into contact with many people who had never been exposed to the Vedantas before. Mert olyan emberekkel kerülök kapcsolatba, akik soha korábban nem foglalkoztak a Vedantával. But it happened so that their upbringing and their way of thinking is very close to the Vedantic thinking. Viszont a eredendő felfogásuknak köszönhetően ezek az ősi népek felfogása nagyon is közel áll a védikus megközelítéshez. Which is something very beautiful. Ami csodálatos. To find out this is a binary code and the system of when you think there's only zeros and ones in the way you explain a subject. Hogy ez olyan, mint hogy a kettes, like their explanation is like that. Az ő magyarázatuk olyan, mint hogy a kettes számrendszerben gondolkodnának, tehát csak nulla. No, this is our modern. A mai modern felfogás olyan, mint hogy csak nullában és egyben gondolkodnánk, azaz kettes számrendszerben. We are the sons and daughters of the digital age. Mi a digitális korszak gyermekei vagyunk. We were brought up in front of a television set. Tévé előtt nőttünk fel. Means surrounded by moving dots of light points. Vagyis mozgó pontok előtt.
And they have hypnotized us. És azok meghipnotizáltak bennünket. So, it's not very easy today to explain something so profound and orthodox as a teaching of the Vedas. Úgyhogy nem, nincs semmi a Védákhoz mérhető ortodox felfogás. So this is the flexibility which exists in the Vaishnava teachings. A Vaishnava tanításoknak ilyen mértékű a rugalmassága. The mystical understanding of life is so different. Az élet misztikus értelmezése olyannyira különböző. It's not black and white. Nem fekete-fehér. It is. It has all the shades and colors you can imagine. Rengeteg árnyalata létezik. God can be simultaneously the material world. Az Isten egyidejűleg lehet anyagi világ. When it says virata rupa, this is not a fiction. Amikor azt mondja, hogy virata rupa, ez nem egy kitaláció. A mountain is very nice. A hegy az gyönyörű. Especially when from that mountain you get the water, which makes you live. Különösen, hogy az a hegy biztosítja számodra az ivóvizet. So, the same way, to see the rivers and the trees as part of being God's form. És így módon, hogyha a hegyeket és folyókat Isten részeinek tekintjük. That is perfectly in accordance with the Vedic thinking. Ez teljes mértékben harmonizál, összecseng a védikus gondolkodással. For a Western mind it doesn't enter. A nyugati agyba ez nem tud beleférni. God in a tree? Isten a fában. God in a river. A folyóban. River goddesses. Folyó istennők. Mountain goddesses. Hegy istennek. You must be a little bit red. They would send you to the madhouse. A végén bolondok házába küldenek bennünket. This is the modern way of thinking. Ez a modern gondolkodás. That there's nothing holy anywhere. Amiben is nincs semmi sem szent. And then simultaneously you believe in an aspect of divinity. És egyidejűleg hiszünk a isteniben. Which has no physical form at all. A felsőbbrendűségében, aminek nincs fizikális formája. Which shuns away from all physical external identification. Ami mindenféle fizikális azonosítást félresöpör. And when you can embrace that, és hogy ezt az ember képes felfogni, the understanding of Brahman, a Brahman értelmezése, megértése, then the next thing that will be to accept that the Supreme can descend into this world in a form. A következő lépés az, hogy megérthetjük azt, hogy a legfelsőbb igenis képes alászállni, megnyilvánulni itt az anyagi világban, formában. Like the Murti. Murti formájában például. This is another feature of the divine. Ez a isteni megnyilvánulásnak egy másik arculata. It's different than the mountain. Különbözik a hegy megnyilvánulástól. But it's very similar. De nagyon hasonló. It's also a deity. A hegy is murti. But it has been prepared by the hands of somebody. Tehát ő is egy murti ugyanúgy, csak ezt éppen emberi kéz alkotta. And so are the sanctuaries. És a sok szentély. When we go to Vrindavan, we go to Nandagram, we go to Varsana. Amikor Vrindavanba látogatunk, felkeressük Nandagramot is, Varsanát is. And we feel that these are the sanctuaries. És érezhetjük a szentségüket ezeknek a helyeknek. Which resemble Krishna's lila. Ami Krishna kefteléseit visszhangozza. But Krishna's lila is not confined to a palace or an altar. De Krishna keftelése az nem csak egy palotához kötődik.
the great philosophers, they will say, Vrindavan is a state of consciousness. Hanem az épületeken túl azt mondják a filozófusok, hogy Vrindavan az egy tudatsík. So then let me ask you. Akkor hadd kérdezzem meg. Can you have a deity in your mind? Az elmédben lehet létezhet, lehetséges, hogy lehet Murti? Can you have a deity in your mouth? A szádban lehet Murti? What do you think? Mit gondolsz? Yes? So this is the way the Vaishnavas see everything. A Vaishnavák így módon látják a dolgokat. You can have God in your mouth. Isten akár a szádban is létezhet. In two ways. Két módon. One is when you talk about him. Az egyik módja az, hogy beszélsz róla. And when you chant your holy, his holy name. És zenged a szent nevét. You actually have God inside your mouth. Akkor Isten a szádon belül. And in your mind. Lesz, és az elmédben is. And in your heart. Szívedben is. That is a divine vision. Ilyen a lelki látás volt. But you can also have God in your mouth when you eat prasadam. De oly módon is a szádba került az Isten, hogy prasadát fogyasztasz. That is the easiest of all meditations. Az összes meditáció közül ez a legkönnyebb. Prasadam! Everybody comes running. Amint elhangzik ez a varázsszó, mindenki odafut. When I say, come to class! És amikor azt mondom, hogy gyere a leckére, not everybody's coming running. Akkor nem mindenki fut fel. Oh, they're going to tell us so many things about how we should change our life. Mert oly sok mindent beszélnek arról, hogy hogyan változtassuk meg az életünket. So, all this understanding of the divine absolute. Az abszolútnak ezt a természetét megértve. They are simultaneously valid. Ezek mind egyidejűleg érvényesek. That is the open, broad-minded view of the spiritualists. A lelki látásmóddal rendelkezőknek ilyen tág a látóköre. And it goes further than that. És még ennél tovább szárnyalnak. Some people, they take a book. Vannak emberek, akik kezükbe viszik a könyvet. They say, let me ask God. Hogy kérdezem meg Istent? So they take a Bhagavad Gita. Fogják a Bhagavad Gitát. Open at any page. Kinyitják a találomra. Now what they're reading, this is for them, God talking to them. És amit éppen akkor olvasnak, azokat a szavakat Isten intézi hozzájuk. We can try it. Nézzük meg, működik-e. Chit-shakti namnitam salvam yat vaikunte sanatanam pratibatam prapanchesmin yada rupa malanvitam. Some people try to impose their material ideas on the nature of Vaikuntha. Vannak emberek, akik megpróbálják az anyagi elképzeléseket Vaikuntha szintre emelni. Later they try to establish their prejudice by shrewd arguments. És aztán később az előítéleteiket megpróbálják a shrewd, smart. Az előítéleteket megpróbálják nagyon okos érvekkel tovább fejleszteni. Their description of Vaikuntha and the pastimes of the Lord are material. A Vaikuntháról való elbeszélésük és Krisnáról szóló elbeszélésük teljesen anyagi az ilyen embereknek. These types of conclusions arise only due to improper knowledge of the absolute truth. Az ilyen fajta következtetések teljes mértékben az abszolút igazságról való helytelen tudás miatt lehetségesek. Only those who have not deeply discussed spiritual topics will have the propensity to rationalize in this way. Csak azok, akik nem tanulmányozták megfelelő módon a lelki témákat, csak azok fognak így félre magyarázva értelmezni dolgokat. The doubtful hearts of the Madhyamadikaris are always swinging between the material and the spiritual. A Madhyamadikari kétségek teli szíve az mindig az anyagi és a lelki között fog hintázni. Due to their being unable to
to cross into the realm of the absolute truth. Mert nem képesek az abszolút igazság szintjére emelkedni. Actually, the variegatedness seen in the material world is only a perverted reflection of the spiritual world. Az anyagi világban megtapasztaltak igazából a lelki világ tükörképei. The difference between the material and spiritual world is this. Az anyagi és a lelki világ közötti különbözőség a következő. In the spiritual world, everything is blissful and faultless. A lelki világban minden boldogsággal teli és hibák nélküli. Whereas in the material world, everything is a temporary mixture. Míg az anyagi világban minden csak ideiglenes és a boldogság és szenvedés keveréke. Of happiness and distress. Oh, you already did that. And full of impurities arising from time and place. És időről időre mindenféle tisztátlanságok törnek felszínre. Therefore, the description of the spiritual world are not imitations of those of the material world, rather they are most coveted ideals. Coveted means? I don't know. Okay. Éppen ezért az anyagi világ, éppen ezért a lelki világról való leírások nem elmebeli utánzásai az anyagi világnak. So this last aspect takes us to understand the divine lila of the Lord. Éppen ezért ez az aspektus a legfelsőbb isteni kefteléseire emlékeztetnek bennünket. How is it that the Lord appears in this world? Hogyan jelenhet meg a legfelsőbb itt az anyagi világban? Takes birth in the house of Nanda Maharaj. És Nanda Maharaj házában születik meg. Appears in the house of Mother Kausalya and King Dasharath. Vagy megjelenik Kausalya anya és Dasharath király házában. Appears in the house of Jagannath Mishra and Sachi Devi. Jagannath Mishra és Sachi Devi házában. How is that? Ez hogyan lehetséges? This is fantasy. Képzelődés ez? Shall you try to analyze it? Ki kell ezt elemeznünk? Shall you try to analyze the infinite with your teeny brain? Kellene elemezned vajon a végtelent a te kicsi felfogó képességeddel? Is it time to simply accept something, believe something? Vagy eljött az ideje, hogy csak egyszerűen elfogadjunk és elhiggyünk valamiket? Or are you supposed to scrutinize it and to question everything? Vagy pedig mindent meg kell kérdőjelezned? Are you supposed to put your own brain above the lila of the Lord? Vajon a saját agyunkat és elménket helyezzük az Úr keftelései fölé? So we can utilize many different types of mentalities. Különféle mentalitásokkal közelíthetjük meg a témát. This is natural. És ez természetes. In this material world, there's influence of Tamaraja and Sattva. Itt az anyagi világban a három kötőerő hatása alatt állunk. So we are interpreting things according to the state of being where we are. És ezek az adott helyzetünkhöz képest fogjuk fel az adott helyzet a lelki dolgokat. But the scriptures have recommended to us to deal with the lila of the Lord as something achintya. De az írások azt javasolják, hogy Krishna kefteléseihez közelítsünk úgy, mint felfoghatatlan dolgokhoz. Achintya means incomprehensible. Achintya azt jelenti felfoghatatlan. Inconceivable. Felfoghatatlan. Is that strange? Furcsa volna ez? Can you understand anything? Meg képesek vagyunk vajon bármit is megérteni? Do you really know the soul? Képes vagy a lelket felfogni? Do you know how your mind works? Vagy azt, hogy az elméd hogyan működik? What about your eye? How does that work? Vagy hogy hogyan működik a szemed? Okay, you can observe it how it is as a material mechanism. Mint anyagi működést azt ugye megfigyelhetjük. But who is the one who's seeing the images and interpret them? De ki a látó, hogy ezt hogyan foghatjuk fel? Ez már nehéz dolog. Oh, here's somebody you can love, and here's somebody you should run away from. Vagy van egy személy, akit szeretsz, a másik elől pedig elfutsz. So,
such differences which are produced by your spiritual capacity. Oly nagy különbségek, melyeket a lelki kapacitásunk szerint. To put it very simple. Rendszerezünk. Csak egyszerűsítsük a dolgokat. You are so wonderful. Oly csodálatos vagy. Wonderful, wonderful, wonderful. Csodálatos, csodálatos. But. De. You don't understand anything about it. Igazából nem érted semmit az egészből. You don't understand your own wonderfulness. Nem érted a saját csodálatosságodat. You have no idea how it came about. Fogalmad sincs, hogy ez hogyan jött létre. And you don't have no idea what to use it for. És nincs elképzelésed arról, hogy ezt hogyan hasznosítsd. So, because of that, éppen ezért, you should not try to understand God on your mind. Ne próbáld megérteni az elméd, ne az elméddel próbáld megérteni az Istent. I can give you more proof. Tudok több bizonyítékot is felhozni. What about space? Mi a helyzet az űrrel? Can you measure space? Le tudod mérni az teret? I mean, space is an ordinary thing. A tér az egy egyszerű dolog. Mm. 30 centimeters. Itt van, 30 centiméter. Okay. Mm. Mm. 30 centimeters. So now I have space in my hands. Most a kezemben van ez a tér. Wait a second. Várjunk egy pillanatra. You just take a fragment from space. A térnek csak egy töredékét. But you don't know what has made space come about. Kaptad, de igazából nem tudod, hogy a tér az hogyan nyilvánul meg. So if this is a straight piece of wood. Hogyha ez egy egyenes fadarab. Now you please extend it to the end on this side and to the end on that side. Akkor most kérlek, what you get in your hands? Akkor most kérlek, hosszabbíts meg mindkét irányba, végtelenítsd. A very, very long straight line. Ugye, hogyha a végében nincs vége, egy nagyon hosszú vonalat kapnánk. Where will it stop? Hol lenne vége? No, it can stop here. Goes until here, right? Ugye ide, mondjuk azt, hogy idáig tart. Yes or no? Igen vagy nem? Mondhatjuk azt, hogy idáig tart csak? Hogyha meghosszabbítanánk, azt mondanánk, hogy a tér végéig kell meghosszabbítani. Not like this. It goes on the other side. Ha nem átmegy a könyvön keresztül. This means nothing. A könyv az nem állítja meg a teret. Within the space, there is no conceivable limit. A téren belül nincs felfogható korlát. In consciousness, there is no conceivable limit. Hasonlóan a tudatban sincs felfogható korlát. In time, there is no conceivable limit. Az időben sincs. Then why you want to create limits for God? Akkor miért szeretnéd korlátok közé szorítani Istent? If time and space is unlimited, hogyha a tér és az idők korlátlanok, understandable by your own mental capacity, annak függvényében, ahogy megérthető a te felfogó képességed szerint, you do not have to study to be a scientist to understand this example. Hogy ezt a példát megértsd, ehhez nem kell neked tudóssá válnod. So, why not accept what the scriptures say? Akkor miért ne fogadjuk el azt, amit az írások mondanak? God, you can only understand when you surrender to him in your heart. Az Isten csak akkor tudod megérteni, hogyha szívedben meghódolsz előtte. Then he can reveal things which are beyond the sight capacity. Akkor feltár előtted olyan dolgokat, amik a te képességeiden túl mutatnak. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur rejected the eye exercise. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur visszautasította azt a fajta szemgyakorlatot. Somebody went, he left his service and he went to Badrinath. Volt egy személy, aki egyszer elment az ashramból és elment Badrinathba. And when he came back to Srila Bhakti Siddhanta, és amikor visszajött a Himalájából Srila Bhakti Siddhantához, he asked him, where were you? Megkérdezte a Bhakti Siddhanta, hogy hol voltál? He said, oh, I went to see Badrinath. Oh, elmentem Badrinathra. Then his guru said to him, to me, this is just eye exercise, what you have done. És azt válaszolta a guru, hogy számomra ez csak szemgyakorlat volt, amit csináltál.
But then he said, but Gurudev, I went to see the holy deity of Naranarayan Rishi. De Gurudev, én azért mentem oda, hogy lássam Naranarayan Rishi Murtikat. But Prabhupada rejected that. De ez Prabhupada Bhaktisiddhanta visszautasította. He says, you can't see the deity. Azt mondta, hogy nem vagy, az ember nem képes látni a Murtikat. You can behave in such a way that the Lord wants to see you. Hanem ehelyett úgy kell viselkedned, hogy az Úr lásson meg téged. Am I gonna understand these little handsome gornitais? Gondolod, képes vagyok megérteni ezt a kis gyönyörű gornitait? I'm gonna understand them. I'm gonna say, well, what's the weight? How they were crafted? Ugye, amit mi ebből fel tudunk fogni, az az, hogy vajon hány, milyen lett a súlyuk, hogyan faragták ki? What are the metals made of? Milyen fémből készültek? What's the value of it? Mi lehet az értéke? All kinds of stupid things may come in your head. Bármilyen hasonló buta gondolat az embernek eszébe jut, ha ezt meg akarod érteni. But you can understand Gornitai. De Gornitai nem értheted meg. And their divine presence in this world. És a Föld, ezen a világon való isteni megnyilvánulásukat sem. How Srila Prabhupada took Gornitai all around the world. Azt, ahogyan Srila Prabhupada Gornitait az egész világra elvitte mindenhova. And established incredible temples of Gornitai. És Gornitai külön csodálatos templomait nyitotta meg. Just like the temple of Gornitai in Ekachakra. Mint például az Ekachakrai Gornitai. With the biggest Gornitai deities in the world. A világ legnagyobb Gornitai murtiaival. They are so big and so beautiful. Oly nagyok és szépek. But you cannot understand them with your eyes. De ezt a szemeddel nem értheted. Whether they're so huge or they're so small. Akármilyen nagyok is, akármilyen kicsik is. You cannot understand anything. Semmit sem értheted az egészben. Stop this idea of trying to understand everything. Hagyd abba ezt a gondolatot, hogy megpróbálsz megérteni dolgokat. This is one of the features of the divine. Az isteni síknak ez az egyik megjavánulása. It is a God which cannot be proven. Vagyis Isten bizonyíthatatlan. He is not ready to come under the scrutiny of your mental capacities. Ő nem áll készen arra, hogy a lealacsonyodjon, vagy leereszkedjen a te anyagi felfogó képességedhez. Otherwise you will be acting like a detective, like a Sherlock Holmes. Mert különben olyanok lennénk, mint a detektívek, Sherlock Holmes. Oh, we heard about a small boy. Hallottunk egy fiatal fiúról. He's described to look bluish. És azt mondják, hogy kékes színű volt. The way to identify him is. És az alapján azonosíthatjuk. He wears a peacock feather on his head. Hogy pávatollat hord a fején. And he is also known to be a good flute player. És jó fuvalista. As a matter of fact, he's a dangerous flute player. És egy veszélyes fuvalista méghozzá. Because when he plays the flute at night, the wives of others run away from their home. Mert amikor fuvalázik éjszaka, akkor mások feleségei otthonról megszöknek. They say he hangs around the Vangsivat area at night. Azt mondják, hogy Vamsivat fa környékén ott kóborol éjszakánként. So if you want to catch him, you better try to be in that area. Úgyhogy ha el akarjátok kapni őt, akkor ott valahol a környéken kutassátok. This way you cannot understand Krishna. Így módon nem érthetjük meg Krishnát. He is not under your scrutiny. Nincs, nem fog alád rendelni magát. So I offer my obeisance to Lord Krishna. Hódolatomat ajánlom az Úr Krishna előtt. I surrender to him. Meghódolok előtte. And you can say I throw the towel. Ahogy mondhatnánk, hogy a föla, tehát hogy mondják a nem kardot ránt, meg az ellentétje. I'm hopeless, I'm helpless. Reménytelen a helyzetem. The only thing I can do. Egyetlen dolog, amit tehetek. Is to cry. Hogy sírok. Krishna, give me some chance
to know who you are. Krishna, adj egy kis esélyt arra, hogy megértsem azt, hogy ki vagy te. Krishna, let me chant your holy name purely. Krishna, hagy zenkessem a szent neved tisztán. Krishna, please let me meet your devotees. Krishna, hagy találkozhassak a baktáiddal. Krishna, please accept my service. Kérlek, fogadd el a szolgálatot. Krishna, please make me an instrument of your love. Fogadd el a szolgálatomat, hogy stégy szereteted eszközévé. That are the things you can say. Ezeket így gondolkodhatunk. Who will accept that? És ezt ki fogja elfogadni? Anybody with a spiritual way of thinking. Csak azok, akik lelki látásmóddal rendelkeznek. Like when we celebrated our program in South America of the encounter with all the native tribes. De ugyan Dél-Amerikában ünnepeltük az őslakosok. They had never seen deities. Akik sohasem láttak murtikat korábban. Of our style. Legalábbis nem a miénket. And then we dressed up the deities in their style. És a mi murtijainkat az ő stílusukba öltöztettük fel. You can see Krishna in Colombia with the dress of an Arhuaco native. Képzeld el Krishnát Arhuaco indián ruhában. And then the chiefs of those tribes, they were there. És azok az indián törzsfőnökök ott voltak személyesen. And they responded by bliss, chanting and dancing. És erre boldogsággal teli énekkel és tánccal válaszoltak. The divine is full of goodness. A isteni az jósággal teli. Everybody gets the benefit of the doubt. Igazából mindenki profitál a kételyből. As a matter of fact, that was a mentality how the natives of America received the Spanish people. Igazából így kételkedve fogadták az indián, az dél-amerikai őslakosok kételkedve fogadták a spanyolokat. They thought they must be the representative of another nice culture. Vagyis nem kételkedve, hanem pont azt gondolták, hogy ez egy másik kultúra képviselői. They never expected to happen what happened. És tiszta szívvel fogadták őket, sohasem gondolták, hogy az fog történni, ami történt. But that's life. De ilyen az élet. Like nobody expects Shishupal to make an opposition to Krishna his whole life. Hasonlóan senki se várta volna, senki se gondolta volna Shishupalról, hogy Krishnával szembefordul egész életében. Or that Poundraka is trying to imitate Lord Krishna. Vagy hogy Poundraka megpróbálja utánozni Krishnát. Or that Jarasandha attacks Mathura 18 times. Vagy hogy Jarasandha 18 alkalommal megtámadja Mathurát. Who can understand all these things? Ki értheti meg ezeket a dolgokat? Or who can understand the Yadu dynasty? Vagy a Yadu dinasztiát ki érthetné meg? Or who can understand Krishna marrying all the 16,000 girls? Vagy azt, hogy Krishna 16,000 leányt vett feleségül. Give it up! Add fel ezt az értelmezést. You can embrace it in the core of your heart. Egyszerűen csak fogadd el a szíved mélyén. But do not judge it. De ne ítéld meg. Do not make interpretations. Ne próbáld magyarázgatni. This is what this shloka means. Erről szól ez a vers. That we should not impose our mind on Vaikuntha. Az azt, ugye, azt mondja, hogy ne próbáljuk meg a saját elménket a Vaikuntha szintre felhozni. So, are we then becoming just sentimentalists? Vajon így nem válunk csak csupán szentimentálisokká? The scriptures say no. Azt mondják az írások, hogy nem. Because we are following another divine manifestation. Mert egy másik lelki, isteni megnyilvánulást követünk. And that divine manifestation is called Paramatma. És ez az isteni megnyilvánulás pedig nem más, mint a Paramatma. Paramatma is helping us to go the way all along. A Paramatma az, aki segítségünkre van abban, hogy haladjunk az úton. And by Paramatma we get the approval of certain things when we really look for it.
és a Paramatma visszaigazol dolgokat, hogyha tényleg fogékonyak vagy kíváncsiak vagyunk rá. So we rely on so many parts of divinity. Vagyis oly sok módon függünk az Isteni. For us the divine is everywhere. Számunkra mindenütt jelen van az Isten. And what goes against the divine, that we can understand when we worship the divine. És hogy mi az, ami Isten szembe való, azt akkor értesük meg, ha imádjuk a legjobbat. In this way our world is teaching us to find the divine and to go the path towards divinity. Így módon tanít bennünket a világ arra, hogy megtaláljuk a legfelsőbbet és haladjunk felé. And when you read the scriptures of the Vaishnavas, és akkor a Vaishnava írásokat olvassuk, when you know what is a sadaka and what is sadhya, ha megtudjuk, mi az, hogy sadaka és mi a sadhya. What is sadhya? Mi a sadhya? Anybody knows? No, you don't study enough. Nem eleget tanulmányozzátok. Sadhya means the goal. A sadhya azt jelenti a cél. And what is sadaka? A sadaka pedig? The practitioner. The practitioner. Aki a gyakorlót jelenti a sadaka. So there's a practitioner and there's a goal. Vagyis megkülönböztetjük a gyakorlót és a célt. And you have to be quite conscious about that. I'm the practitioner, and this is the goal. És erről legyünk tudatosak. Én gyakorló vagyok, és előttem a célom. What do I have to do now? És mit tegyek a célom érdekében? What do I have to do in Poland? Mit tegyek Lengyelországban? What do I have to do in Hungary with my God brothers? Mit csináljak Magyarországon a hittestvéreimmel? What do I have to do with the Hungarians who don't know anything about Krishna yet? Mit csináljunk azokkal a magyarokkal, akik még nem tudnak semmit Krishnáról? How can I offer Krishna to them? Hogyan ajánlhatom fel neki Krishnát? What shall I do in Szolnok? Mit csináljunk Szolnokon? With the preaching in Szolnok? A szolnoki prédikálással. What am I going to do with the book distribution of the transcendental literature nectar which we got ever since the time of Guru Deva in Hungarian language? Mit csináljunk a raktárunkban porosodó könyvekkel, hogy adjuk őket ki, amiket még Guru Deva idejében nyomtattunk? Just for your pleasure, I may tell you. Csak hogy örömet szerezzek nektek, elmondanám. Over the last 30 days. Az utóbbi 30 napon. More than 250,000 books have been distributed in our Christmas marathon. In South America, no? Yes. A dél-amerikai karácsonyi maratonon 250,000. No, in India also. Ja, és Indiában. I also went on Sankirtan. Ja, Indiában Sankirtan az ott kurumarat. Összesen a közösségünk 250,000 könyvet adott el. So, osztott ki. The Lord's divine pastimes. Az Úr isteni keftelései. They include. Magában foglalják. Govinda Maharaj. Govinda Maharajot. Sorry. I mean Prema Vardana. És a Prema Vardanát is. Yes. Krishna's divine pastimes include Vandana. Krishna isteni keftelései magában foglalják Vandanát is. If not, ha nem így volna, how did Srila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada's book, The Light of the Bhagavat, made its appearance in Hungary? Mert külön, ha nem így volna, hogyan nyilvánulhatott volna meg Srila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Bhagavat a fénye című könyve magyarul, a kezei által, Vandana kezei által? You have not even read it yet! Még nem olvastad. That's Prabhupada's personal poetry preaching to bring the world to Krishna's lotus feet. Prabhupádnak a személyes költői irodalma, hogy Krishnát átadja az embereknek. It is so poetical. Olyannyira költői. Only if you really know good English can you understand it in English. Hogy az angolját csak akkor értheted meg, ha tényleg jól beszélsz angolul. Otherwise you have to read it into your mother tongue. Egyébként pedig legjobb, ha anyanyelveden olvasod. And what about
Adideva and Krishna's place plan for him. És mi a helyzet Adidevával és Krishnának vele való terveiről? No, do you think that Krishna forgot Gaurkeshava? Gondolod, hogy Krishna elfelejtette volna Gaurkeshavát? And he has nothing to do for Krishna now? És hogy ő neki most nem nincs semmi Krishnával? That's what we have to understand. That is the broad-mindedness of Krishna consciousness. Ezt kell megértenünk. Ez a Krishna tudat tág látókörülsége. We are all part of his plan. Mindannyian a terveinek a részei vagyunk. Every day. Minden nap. Can you imagine, Mochi? Mohini. What is the Krishna plan for you? El tudod ezt képzelni, hogy vajon mi lehet Krishna terve számodra? You're his dearest daughter. Te vagy a legkedvesebb lánya. That's why he put you in the family of Swarup and Vandana. Éppen ezért tett téged Swarup és Vandana családjába. Not just to learn how to eat and sleep. Nem csak azért, hogy megtanulj inni, enni meg aludni. Everybody knows how to eat and sleep. Mindenki tud enni meg aludni. No, that makes life exciting. Ez teszi az életet izgalmassá. Virata Rupa, yeah. Virata Rupa, az is egy jó dolog. God is everywhere. Igen, Isten mindenütt jelen van. In every mountain, in every river. Minden hegyben és folyóban. But especially in the Danube. De különösen a Dunában. I hope you understand that. Remélem érted. So we have to make Danube Arctic also. Szóval, hogy a Dunának is kell bemutatnunk Pudzsát. This is what makes our life to be the most beautiful sensation. Az életünk ben ez a legcsodálatosabb, életfelfogás. That we are part of Krishna's divine plan of delivery of love. Hogy mi Krishna szeretet kézbesítésének a kézbesítésébennek a terveiben szereplünk. One time there was a person. Volt egyszer egy személy. He was preaching in Hungary. Aki Magyarországon prédikált. And he wrote a letter to Srila Prabhupada. És írt Srila Prabhupádnak egy levelet. And he said that if I'm caught in Hungary, amiben az volt a válasz Prabhupád részéről, hogyha elkapnak Magyarországon, then they will not let me go out anymore. És nem engednek ki többé az országból. And then Srila Prabhupada answered. Ja, ezt kérdezte Prabhupádtól a személy. Mi van, ha elkapnak és nem engednek ki a kommunisták többé az országból? Said, if the preaching is good, why you want to go out? Prabhupád válasza az volt, de hát hogyha jó a prédikálás, miért is kéne elhagynod az országot? You know, that was Srila Narayan Maharaj who wrote that letter. És ez a személy, aki írta ezt a levelet Prabhupádnak, az a mesterünk, Srila Bhakti vagy Narayan Maharaj volt. So if Krishna wants you to be somewhere, enjoy it! Hogyha Krishna valahol ott szeretne lenni, akkor élvezd a társaságát. Krishna has a plan for Gauri in Berlin, otherwise she wouldn't be in Berlin. Krishnának megvannak a tervei Gaurival Berlinben, különben miért lenne Berlinben a Gauri? And whatever that plan is, és bármi is volna a terv, it must be wonderful. Csodálatosan biztos. Why? Miért? Because Krishna only does wonderful things. Mert Krishna csak csodálatos dolgokat csinál. So don't ever lose the enthusiasm. Úgyhogy ezért ne vesszen el a lelkesedésed. Srila Prabhupada wrote in his poem when he reached the United States. Prabhupada írta a versében, amikor megérkezett az Egyesült Államokba. My Lord. Kedves Uram. Why you have brought me to this horrible place? Miért hoztál ide engem erre a szörnyű világra, szörnyű országba? Everybody is in Tamaraja completely ignorant. Itt az emberek teljesen a Tama és a Rajaguna hatása alatt vannak. I have no business here. Semmi dolgom itt. Why am I here? Miért vagyok itt? Miért kell itt lennem? But you are my Lord. De te vagy az én Uram. You are the Supreme. Te vagy a legfelső. So, you sent me here. Ide küldtél. My Guru sent me here. Az én Gurum küldött ide. I guess you have some business here. Gondolom van valami dolgod itt. So, make me a puppet. Úgyhogy tégy engem egy bábúvá. Make me dance as you pull on the strings.
Hagy táncoljak úgy, ahogyan te húzogatod a zsinórokat. I'm ready. I'm no opposition. Készen állok rá, semmi ellenállás nincs bennem. Let me dance, let me dance. Hagy táncoljak. That was Srila Prabhupada's conclusion of coming to the US. Ilyen volt Srila Prabhupád megkövetkeztetése azzal kapcsolatban, amikor nyugatra érkezett. And then what happened? És aztán mi történt? Well, he went to Boulder. No, to some small city. Ellátogatott egy kisebb városba. Where some friend of his father had his son working. Ahol a édesapjának, a barátjának a fia dolgozott. So he went there to this little village. Úgyhogy elment abba a kis faluba. And they received Prabhupada for a few days. És néhány napig ott vendégül látták Prabhupádot. And then Prabhupada could not see much scope there in this small village. És Prabhupád igazából nem találta a nem talált fogást abban a kis helyiségben. So he thought, well, I guess I have to go to New York. És arra gondolta, hogy New Yorkba kell mennie. New York is a terrible place. New York egy borzalmas hely. So dirty. Koszos. So rough. Kemény. When you go shopping in New York, a New Yorkba bevásárolni akarsz? And you say, can I see this camera? És azt mondod, hogy megnézhetem ezt a fényképezőgépet? Then the salesman comes to you. Akkor odajön az eladó. Hey, you want to buy it or you want to waste my time? Megveszed, vagy csak az időmet akarod rabolni? I just wanted to look. Csak meg akartam nézni. Ah, get out! Kifele. That's how they deal with you in the shops. Így beszélnek veled a New York boltjaiban. Happy New York. Modern New York. That's where Prabhupada was going. In Vrindavan everything is, Swamiji, come, sit down, take a nice little madukari roti. Ezzel szemben Vrindavanban a Prabhupada ugye bárhova bement, mindenütt szeretettel fogadták, hogy ó, Swamiji, itt van az alamizsna rotit, és onnan érkezett az előbb felfestett New Yorkba. But not in New York. There's no roti. New Yorkban nincs roti. So, Prabhupada said, you must have some business here. És Prabhupada azt mondta, hogy Krishna, biztos van valami dolgod itt. So he went to New York. Ezért ment el New Yorkba Prabhupada. And he rented a space in a hippie's apartment. És a hippik környékén vett ki lakást, hippik lakásában lakott. Some hippie said, I need somebody to help me pay the rent, so come in, yeah, okay, we can share the loft. Társbérlő volt egy hippikkel, akik így akartak kisebb lakbért, és oda ment Prabhupád. So Prabhupád was ready to live with a hippie. So Prabhupád készen állt arra, hogy a hippikkel lakjon. But then that hippie was on drugs and he attacked Srila Prabhupád. De az a hippie drog hatás alatt megtámadta Prabhupádot. And Prabhupada had to fear and to fly away at night. És Prabhupádnak éjszaka kellős közepén kellett kimenekülnie. That's when he went to the flat of somebody who he had met. His name is today Mukunda Das Goswami. And he went to that flat and he knocked at the door. Please, I have a problem. I can't stay in my flat. És bekopogott egy baktához, akit ma úgy hívnak, hogy Mukunda Das Goswami, és bekopogott hozzá éjszaka, hogy kérlek segíts, nem tudok hol lakni. They stole his typewriter. Ellopták a írógépét. They stole his Bhagavad Gita manuscript. Bhagavad Gita kéziratait. Prabhupada said sometimes. Prabhupada eljutott olyan pontig is. I went to the water. Azt mondta, hogy elmentem a vízhez. And I was thinking. És azt gondoltam. Let me go back to India. Hogy menjek vissza Indiába? This place is too much. Ez itt túl sok nekem ez a hely. But then he's decided, no, I'm sent here, so I have to do something. De aztán arra gondolt Prabhupád, hogy mégsem, ha ide küldtek, akkor valamit csinálnom kell. So you think you have faced difficulties? Azt gondolod, hogy neked vannak nehézségeid? I'm sure you have. Vannak, biztos. But not like Prabhupada. De nem olyanok, mint Prabhupádnak. So many beautiful devotees in Hungary. Oly sok jó bakta Magyarországon.
Incredible projects. Szép dolgok történnek. Incredible potential. Jó lehetőségek. Hungarians. They have received Krishna with lots of love. A magyarok Krishnát oly sok szeretettel együtt kapták meg. I know that because I came here first. Nagyon jól tudom, hiszen bakták legelőső Magyarország látogatásán itt voltam. And Krishnananda received us. És Krishnananda fogadott bennünket. In the last day. Az utolsó napon. So many people have embraced the yoga culture, the Ayurveda culture, the Vedic scripture, the culture. Oly sokan fogadták el, hogy követik a jóga kultúráját és a védikus kultúrát. So many people have taken Krishna consciousness to heart, have taken initiation. Aztán sokan a Krishna tudatot oly komolyan veszik, hogy felavatást is kértek. It's a very wonderful success. És ez nagy siker. Hungary is one of Krishna's success stories. Magyarország Krishna egyik sikertörténete. And it has not stopped. És még nincs vége. Krishna's programs never stop. Krishna programja sohasem áll meg. But different tests are coming as the time goes by. De idővel különféle próbatételekkel kell szembenézni. You don't know exactly what's the next test. Igazából nem tudhatjuk, hogy mi a következő próbatétel. But there are many tests on the way back to home, back to Godhead. De a hazafelé vezető úton, Isten felé oly sok próbatétellel kell szembenézni. Be fearless. Légy félelem nélküli. We are following Abhicharan. He is the one who is fearless because he has taken shelter of the lotus feet of Krishna. Abhicharant követjük, aki azért volt félelem nélküli, mert Krishna lótuszvirág lábainál keresett menedéket. And don't complain either. És ne is panaszkodj. Plus nobody really wants to listen when you complain. Ráadásul nem is kíváncsiak rá az emberek a panaszaidra. Nobody says, oh, can you please tell me all your complaints? Senki sem jön oda hogy hozzád, hogy Léci, el tudnád mondani a panaszaidat? No. You can only say thank you, thank you, thank you. Panasz helyett inkább csak hálát adj. And hug everybody. És ölelj meg mindenkit. And go ahead with business. És menj, és csináld a dolgot. That's our business. Ennyi a mi dolgunk. Exactly what that means. És ez mit jelent pontosan? For you. Számodra. Krishna knows. Krishna tudja pontosan. I hope you know. Remélem, te is tudod. And if for some reason you don't know. És ha valami oknál fogva te mégsem tudnád. You may ask me. Akkor engem megkérdezhetsz. That is another option. Ez is egy lehetőség. That is called the inspired side. Ezt úgy hívják, hogy a lelkesítő oldal. You're not asking me as an individual. You're asking that Krishna inspired side. What am I supposed to do? Nem úgy kérdezel meg engem akkor, mint egy egyént, hanem mint egy Krishna által és Krishna inspirációját próbálod megtalálni benne. What is our next step? Mi volna a mi következő lépésünk? What are we gonna take talking Istogosti? Mit fogunk majd a legközelebbi Istogosti megbeszélni? Who's going to organize the next summer mela? Ki szervezi a következő mélát? Or what are we going to do next in all the beautiful 365 days of 2017? És mit fogunk csinálni 2017 365 gyönyörű napján? Each and every one of us. Mindannyian. Has a lot of time. Egyénileg rengeteg idővel rendelkezünk. A lot of space. Helyen. Every day you can do something new. Minden nap valami újat csinálhatsz. And you don't know what's the next. És nem tudod, hogy mi a következő. When you invite people to Nanda Falva. Hogy az embereket meghívod Nanda Falvára. Or you take them to India. Hogy elviszed őket Indiába. Or you give them another book. Vagy adsz nekik még egy könyvet. Or you give them a CD of your new bhajan music. Hogy az új bhajan felvételeidről egy új CD-t. Or you go
and you make a seminar on Ayurveda. Vagy pedig csinálsz egy Ayurveda tanfolyamot. You don't know. Nem tudhatod. Maybe something very important happening that day. Lehet, hogy majd azon a napon valami csodálatos dolog történik. And sometimes not. Néha pedig nem. And sometimes yes. De néha viszont igen. But you don't know. De nem tudod, nem tudhatod, hogy mikor. You don't know. You may not find out. Nem tudod ezt kifürkészni előre. Sometimes I meet people. Néha úgy találkozom emberekkel. They say, thank you, Swami, thank you, Swami. És azt mondják, hogy köszönöm. You look at them and you don't know who they are. És ránézel és fogalmat sincs, ki az illető. He said, oh, I listened to your class 27 years ago. Immediately I became vegetarian. Én 27 évvel ezelőtt voltam egy leckéden, és akkor azonnal vegetariánus lettem. And then I did this and I did that, and maybe today already initiated by some spiritual master. És aztán ezt csináltam, meg azt csináltam, és azóta már valamelyik tanítómesternek a felavatott tanítványa. So, whatever you do for Krishna is never lost. Bármi is, amit teszel Krishnának, soha sem mész el. All these beautiful Ganges magazines, all these beautiful Gaudiya curds of all these years, they were not distributed and published in vain. Azok a kagylókürtök és gangeszek, amiket kiadtunk, ezek nem hiába valóak voltak. In Krishna consciousness, nothing goes in vain. A Krishna tudatban semmi se hiába való, egy tett sem hiába való. So, that's positive thinking, right? Ez pozitív gondolkodás, igaz? Hmm? Joyful thinking. Boldog gondolkodás. Babu feels ecstatic. Babu extázisban van. What's the next marvelous things to take place? Mi a következő csodálatos dolog, ami megtörténik? And union and diversity means. Az egység a különbözőségben azt jelenti. You have to have a strong diversity, then you can talk about union. Hogy legyen, legyen egy határozott diversity in what sense? You have to have your multi branches. Yeah. Hogy legyen meg a saját helyed, saját tevékenységed, területed, és utána beszélhetünk majd az egységről. I mean, you already got an amazing diversity. Már igazából nagyon is, nagyon hihetetlen külön ez. Because you have such diverse, powerful minds. A különbözőségben már elég előjáróak vagytok, mert annyira különböző és erős elméjűek vagytok. So that diversity means I have to do something. És ez a különbözőség azt jelenti számodra, hogy tennem kell valamit. When you go on sankirtan, amikor az ember ugye sankirtanon van, the books you will distribute, a könyv, amit akkor viszel magaddal, do not depend upon how somebody else distributes his book. Nem azon múlik, hogy más valaki hogyan osztja a könyvét. No, it depends on you. Hanem ez rajtad múlik. And that's how life goes. És ilyen az élet. A beautiful experience. Csodálatos élmények. Of all the concerted and individual efforts. Oly sok egyéni és közös törekvés. And I tell you, difficulties. És azt mondom, hogy a nehézségek. Some of them seem too much. Néha túl intenzívek. Too much to tolerate. Ahhoz, hogy elviseljük őket. But you still have to tolerate. De mégis el kell viselni. Why? Őket. Miért? Because death is part of the divine program. Mert az a nehézség az isteni terv része. Krishna says in Gita, who is born is sure to die, and who dies is sure to be born again. Krishna azt mondja Bhagavad Gita-ban, hogy a megszületett számára biztosan halál, a holt számára pedig a születés.